Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a képen látható szerelvényt fogom bemutatni nektek. Ez egy klasszikus 5. korszakos Intercity vonat V43-as vontatással és felújított Rába Intercity kocsikkal az ACME jóvoltából. Hát kezdjük is el, nézzük meg először a vonógépet, ami egy V43-as, egy Fugert V43-as, a 1341-es pályaszámú mozdonyról van itt szó. Ő az, ráadásul nem akármilyen kivitelben készült el ez a mozdony, ez egy antik volt kivitel, Richard Dani modellezőtársunknak a munkája, nagyon pazar, nagyon jól eltalálta szerintem azt, hogy ezek a mozdonyok annak idején a 90-es, illetve 2000-es évek elején kinéztek, illetve így palástolni lehetett azt a hibáját ennek a V43-asnak, hogy ez a kék szín, ez nem az igazi, ugye ez a nagyon világos kék volt, viszont ennek a napszitta kis festésnek nagyon jól megfelel ez az árnyalat is szerintem. Maga a mozdony ugye egy klasszikus Fugert gép, tehát túl sokat ne várjunk el tőle. Egy kicsit kerek néha az ívekbe, illetve nem olyan szép egyenletes a futása, de hát ez a gép ez ennyit tud. Kinézetre viszont szerintem így antikolva nagyon jó visszaadja azt a klasszikus, kicsit leamortizált, kicsit lepukkant feelinget, ahogy ezek a mozdonyok néha futkoráztak annak idején. A mozdonyokról térjünk át a kocsikra. Ezek ugye az ACME Rába Intercity szettjéből vannak. Sajnos a gyártó az úgy gondolta kiadni ezt a szettet, hogy ugye egy másodosztály és egy első osztály felállásba. Ugye látjátok, itt nekem két másodosztályom van, ezt úgy értem el, hogy gyakorlatilag két szettet vettem, az egyikből eladtam az első osztályt, és akkor így összejött egy ilyen három kocsis szettre való kocsi nekem. Hát nagyon sajnálom, hogy a gyártó azóta se adott ki pluszba külön megvásárolható másodosztályú kocsikat, hiszen azért ezek a szerelvények nagyon ritkán jártak olyan felállásba, ahol ugye gyakorlatilag két kocsis, egy első és egy másodosztályként közlekedtek. Szegedi hibrid Intercity-kben oda akár jó lehet, ugye a vonat elején egy első meg egy másodosztályú IC kocsi volt, utána pedig a gyorsvonati kocsik, de önmagában Intercity-ként a legrövidebb felállás az a három kocsis verzió volt. Ezek közlekedtek annak idején a Balatonparton is, Helikon Intercity-ként, illetve másfelé az országba, és főleg a Dunántúli régióba voltak jellemzőek ezek a rövidebb három kocsis Intercity szerelvények. Hát nézzük is meg magukat a kocsikat. Ugye, ha jobban szemügyre vesszük, ez a klasszikus, ugye ezek a Dunakeszin felújított, illetve átépített kocsik, ezek a 20-47 százas típusú kocsikból lettek, ha jól tudom, átépítve, 1994 és 98 között, ugye gyakorlatilag egy teljes oldalfalcserét kaptak légjavítót, lengőtolóajtókat, illetve teljesen megújult a belsejük is. Szerintem a gyártó nagyon jól leképezte ezeket a kocsikat, formailag én nagyon jónak találom őket, az ablakméretek, az ablakok elosztása, az arányok, az egész kasznak a formája szerintem nagyon jól el van találva, ebben nem nagyon találtam kifogásolni valót, ugyanúgy a kocsik belseje is nagyon jól néz ki, egy kidolgozott belsőt kapunk, az ACME-hez híven festett is. Ebbe a kocsiba szerintem talán látszik is, hogy próbáltam embereket is rakni, hogyha eltalálja a fókuszt a kamera, úgyhogy egy nagyon részletesen kidolgozott járművel van dolgunk. Nyilván van ürös az örömben, mégpedig az, hogy ez a kocsi család, ez nem csak a MÁV-nál futott, illetve fut a mai napig, hanem mind a szlovák, mind a cseh vasutak számára készültek Dunakeszin is ilyen kocsik, illetve ők is megvették ezt a gyakorlatilag licenszet, és ők is építettek át az ő Y-kocsiaikból ilyen kocsikat. Na most az ACME az elsősorban ugye ugyanezt a formát kiadta a
szlovák, és ugyanezt a formát kiadta a cseh festési variánsba is. És igazándiból, ami itt a kocsi alján látszik, ez ezeknek a verzióknak az alja. Az alváza és a forgóváza, ugye ha megnézzük közelebbről, a forgóváz, ez egy görlic típusú forgóváz, annak a tárcsa fékesített verziója, tehát ez nem az a klasszikus rába forgóváz, ami a magyar kocsik alatt volt, hanem ez a görlic forgóváz. Ugye itt a itt látszik a különbség, illetve ugye a forgóváznak ez az egész tartó szerkezete egy picit más, mint a magyar kocsikén, illetve az alváz berendezésüknél van eltérés. A magyar kocsinál én úgy emlékszem, hogy volt még valamelyik oldalán egy ilyen plusz dupla doboza légjavítónak, az erről lemaradt. Azon kívül egyébként a többi része az alváznak az egész szépen ki van dolgozva, ilyen kis nagyon szép filigrán alkatrészekből, kis vékony részvezetékekkel, meg mindennel, úgyhogy azt egész jól eltalálta a gyártó, de ez az alváz, ez a cseh, illetve a szlovák verziónak megfelelő, nem pedig a magyarét fedi le. Ugye szerencse, hogy a kocsikat jellemzően föntről nézzük, onnan kevésbé hangsúlyos ez a részlet, de mindenképpen érdemes tudni, hogy azért itt elég komoly kompromisszumot kellett kötni ahhoz, hogy legyen egy ilyen szép rába Intercity kocsink. Maga a kocsinak a kocsi vége is szerintem nagyon jól hozza az eredetit. Ez a klasszikus, ugye magas tetős ívelt forma, ez is véleményem szerint egész jól el lett találva. Az átjáró ajtók is nagyon szépen hozzák az eredeti járművekét, illetve itt a tetőberendezések is, én úgy vettem észre, így fényképek meg minden alapján, hogy úgy stimmelnek rendesen. A kocsi festése az Acmehoz méltóan nagyon jól sikerült, feliratozása is rendben van, szépen el van rajta minden találva, hogy ez a 90-es évek ennek megfelelő feliratozás, tehát itt még ugye a MÁV logó az itt van a bal oldalon, itt az Intercity logó, és itt a pályaszám fölött ott nincs MÁV logó. Ez a kis érdekessége az egész dolognak szerintem. Ugye az alváz is ugyanilyen világos szürke, illetve ugye ezeknél a kocsiknál a tető is, ez a világosabb ilyen acát szürkére van lefestve, és ugyanilyen szürke a ajtó is, a lengőajtó a kocsi végein. Az Acmehnek abban is nagy szerencséje volt szerintem, hogy a másodosztályú és az első osztályú kocsik felépítménye is megegyezik, tehát gyakorlatilag az első osztályú kocsi is ugyanúgy 10 ablakos, teljesen megegyezik a kaszni rajta kívülről a másodosztályúéval. Igazándiból az egyetlen különbség, amit ugye le kellett követni, az a belső berendezés, hogy míg a másodosztályi kocsiba ugye 2-2 üléselrendezés van, addig az első osztályúba ugye 2-1-es üléselrendezés. Ezt meg is csinálta a kocsi belseje az első osztályú verzióban, ennek megfelelően van kialakítva. Külsőre pedig gyakorlatilag elegendő volt átfesteni, ugye egy első osztályú jelzéssel, illetve a megfelelő feliratokkal, viszonylag költséghatékonyan ugye előállíthatóak ezek az Intercity kocsik. Mint mondtam, létezik ezekből ugye cseh és szlovák verzió is. Ott egyébként van, amelyiken van formai változás, mert az egyik oldalán a két kis ablak az nincs meg azoknál a kocsiknál, viszont elkészítette a gyártó ugye azt a verziót is, meg ezt a verziót, ami a magyar kocsié is. Hát, mint mondtam, így összegzésként az egyetlen egy dolog, amit nagyon sajnálok, az, hogy csak ebbe a két kocsis szedbe jött ki, és így hát elég nehéz belőlük értelmezhető szerelvényt összeállítani, anélkül, hogy ugye vennénk egy másik két kocsis szettet, amiből megint van ugye egy plusz első osztályú kocsi, amit ugye nem nagyon tudunk mire felhasználni, és sajnos azóta se jött ki belőle különálló se első osztály, se másodosztály.
tavalyra, illetve idénre volt ígérve a felújított, már MÁV startos változat, viszont ugyanezt a hibát elkövette a gyártó, ott is egy három kocsis szett, első osztály, másodosztály és egy bautzeni étkező felállásba gondolták azt kiadni, a mai napig nem jelent meg az a szett, illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy nem tudom, hogy milyen oknál fogva a szlovák, illetve a cseh kocsikból adott ki az ACME külön egyesével is járműveket, tehát ott lehetett venni külön másodosztályú kocsit, pluszban, és hogyha jól tudom, akkor annak a pályaszáma is más volt. Ugye itt a két másodosztályú kocsimnak ugyanaz a pályaszáma per pillanat. Hát ennyi lett volna a videó, egy viszonylag egyszerű szerelvény így ez, három kocsiból. Egyébként, aki még szeretne belevinni egy kis változatosságot, egy bautzeni étkező kocsit be lehet szúrni ide az első osztály és a másodosztály közé, és akkor egy picit hosszabb, egy négy kocsis szerelvényt kapunk. Ilyenek is egyébként járták az országot annak idején. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!